A Kamara Virtuózok színpadán a Seven Sucks együttes.
Színpadon a Seven Sucks. Timot, nagyon izgultunk. Mi is. Nem azért, hogy csodálatosak lesztek-e a színpadon, mert azok voltatok, mint mindig. Mi történt? Hát az a helyzet, hogy véletlenül, mikor sétáltunk ide a produkcióhoz, akkor az egyik hangszerből kiesett egy csavar. Flóriánéból? Igen. De most már minden rendben? Persze. Jó. Gyorsan megszerelték. Gyorsan. Hát... De ez nem befolyásolta, ugye, a színpadra lépéseteket? Na, odaadom neked a mikrofon, győzz meg minket róla, légy szíves. Nem. Én meggyőződtem róla. András. Azon gondolkoztam, hogy mennyire fontos, hogy egy ekkora együttesnek azért legyen egy vezér egyénisége, és most sokat figyeltelek, Timót. Mit mondtam én múltkor? Abszolút, szóval, hogy szép dolog a demokrácia, meg mindenki egyért, meg első az egyenlők között, meg nem tudom micsoda, de azért kell egy olyan ember, akiből kisugázik a karakter, a tempó, tehát ahogy ezt te most úgy vezetted, az egészen különleges volt. Úgyhogy nekem ez volt a legnagyobb élményem ebben a produkcióban. És hát nagyon, nagyon jó volt az, és még egyet hadd emeljek ki, hogy ugye ti eddig mindent fejből játszottatok. Ez borzasztó sok pluszt ad, tehát egymással való kommunikációban ez egy óriási előny. Gergő, köszönjük! A versenyhez nagyon hatásos darabot választottatok, de ki is játszottátok azokat az ütőkártyákat, amelyeket ez a darab kínált. Fantasztikusan adtátok elő az egyes karaktereket, az egyes színeket, a fokozások, ahogy fölépült a dolog. De ti, én úgy ítélem meg, hogy három adáson keresztül egyre-egyre előrébb és előrébb jutottatok, csak így tovább. Köszönjük szépen. István! Nem azt tetszett most a legjobban, hogy tényleg mertetek játszani, mertetek muzsikálni, és bevállaltatok még egy-két olyan dolgot is, ami esetleg senki másnak nem tűnik fel egyébként rajtunk kívül, és nem is probléma, mert pont az a jó, hogy nem féltetek ezektől a dolgoktól. És hogyha most ez lenne az est utolsó produkciója, akkor azt mondhatnám tulajdonképpen, hogy ez volt az est legjobb produkciója. Köszönjük szépen! A Neckermann a virtuózok fő támogatója, hogy a magyar zene meghódíthassa a világot.